Köszöntöm a nézőket, friss napszemle kezdődik, már is mutatjuk, melyek a fontosabb témák ma. Nyáron fordul meg a legtöbb turista Gyergyóban, alapinformációkért és teljes programcsomagokért is fordulhatnak az információs irodához. Harmadik alkalommal szervezi meg a Művelődési Központ a Klassz Tavasz Fesztivált, ezúttal nem csak zene lesz műsoron. Ismét Szárhegyen játszanak B-ligás meccset az interesek, ezúttal is adományt gyűjtenek a teremfocisok. Újabb turista idény kezdődik hamarosan, egyre több idegen autóbusz fordul majd meg a városban. Turista csoportok és családok is nagy számban érkeznek a környékre hosszabb, rövidebb időszakra. Megkérdeztük, mi mindennel áll rendelkezésükre a központi turisztikai iroda. Nyugat-Európában bevett szokás, hogy a turisták első útja az éppen látogatott település információs irodájához vezet, megtudni a legfontosabb információkat, térképeket, katalógusokat, programjavaslatokat beszerezni. Erre felkészült a Gyergyószentmiklósi Turisztikai Információs Központ is, sok mindennel ki tudja szolgálni az ide látogatókat. Teljesen változatos az, hogy milyen kérésekkel fordulnak hozzánk a turisták. Elsősorban várostérképet szeretnének, vagy ilyen teljesen egyszerű dolgokat kérdeznek, hogy hol lehet pénzt váltani, hol ajánljuk, hogy egyenek egy jó helyi jellegzetességből álló menüsort, de vannak egészen hétköznapi problémák, amiket meg kell oldani adott esetben, például az online check-innek a problémája, ugyanis ugye most már nagyon sok repülőtársaság nál olcsóbb a jegy, vagy olcsóbbba kerül, hogyha előre bejelentkeznek, megcsinálják a check-int, és ezt nagyon sokszor mi szoktuk elvégezni, hiszen a vendégeknek egy része idősebb, nem igazán van otthon a számítógépes műveletekben, tehát ilyen dolgok is előfordulnak, de nagyon sokszor programokat igényelnek, illetve a programok leszervezését, program szervezőkkel való összekapcsolást, szállásajánlást, szállásfoglalást, illetve adott esetben komplex programcsomag ötleteket adunk új a szállásadóknak is, mint a turistáknak. Lesz, amit ajánlani idén az ide látogatóknak, van, amivel ide csalogatni a turistákat. Az idejében is ajánljuk azokat a programokat, amelyekre az elmúlt évek tapasztalatai alapján vezetővel, illetve a gyalogtúrázási lehetőségeknek az ismertetését a turistáknak. Ennek érdekében felszereltük az irodát, vagy beszereztük a legújabb turista térképeket, de emellett nagyon népszerű a medve szafari, ami egy ilyen komplex medveles, ha úgy tetszik, de nem csak a medvék megfigyelését foglalja magában, hanem egyben egy helyi idegenvezetővel egy ilyen anekdotázós estet, helyi különlegességek kóstolását, mint medveszalámi, illetve egy rövidebb terepjárós túrát is magába foglal. Ezen kívül van egy új turisztikai attrakció Gyergyószentmiklós környékén, ugyanis a tavalyi esztendő végén megépült az első Gyergyógyilkostó környéki Via Ferrata, vagy vasaltút a Kisszohárd oldalán, amelyet a tavalyi év végén a hideg idő ellenére több mint 1000 turista keresett föl, és gyakorlatilag napokban is nagyon sok telefonhívást kaptunk a felszerelés bérléssel, idegenvezetéssel, illetve magáról a Via Ferrata is nagyon sokan érdeklődtek, úgyhogy ezt mindenkinek szeretettel ajánljuk, és a visszajelzések alapján egy igazán jó minőségű programként tudjuk bárkinek ajánlani. Nem csak idegenek vehetik igénybe a turisztikai központot, a helyiek számára is több szolgáltatást biztosítanak. Többek között repülőjegy vásárlást azt nagyon gyakran csinálunk, több idősebb keresett már föl minket, hogy segítsünk a repülőjegyet lefoglalni, és úgy gondoljuk, ez valószínűleg szájról szájra járt, és egyre többen, illetve egyre gyakrabban érkeznek hozzánk ilyen kérésekkel, és ezt természetesen nagyon szívesen elvégezzük. Ezen kívül volt olyan Gyergyószentmiklós környéki panzió, amely megkeresett bennünket, hogy segítsünk összeállítani nekik a programcsomagjukat. Ehhez filmet készítettek, a szórólapjainak az anyagát, illetve a filmnek a koordinációját, fotóanyag készítését is közösen végeztük el, és úgy gondoljuk, hogy egy nagyon sikeres munkát tudhatunk emögött, és bárkit, aki ebben a szakmában tevékenykedik, buzdítunk arra, hogyha úgy gondolja, akkor térjen be hozzánk, és lehetőségünkhez mérten segíteni fogunk bárkinek.
Vasárnap kezdődik a nyári időszámítás, amely október utolsó vasárnapjáig tart. Az órákat vasárnap hajnali 3 órakor 4 órára kell állítani. Ezzel a módszerrel sok más ország mellett Magyarország és Románia is energiát spórol. Az időszámítás nem módosítja az érvényben lévő vasúti menetrendet. A vonatok a jelenlegi téli időszámítás szerint közlekednek március 26-ára virradóan, hajnali 3 óráig, amikor ez 4 órára változik. A 4 óra után induló vonatok a nyári időszámítás szerint indulnak. A már forgalomban lévő vonatok folytatják útjukat a végállomásig, és hogyha ezek indulási időpontjai rátevődnek a később induló vonatok indulási idejére, akkor a vonatok rangjuknak megfelelő sorrendben hagyják el az állomást. A Gyergyói Konyha hetét tartják az EGRI Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolában. Az intézményben már hagyomány, hogy gyergyószentmiklósi diákok és tanáraik elviszik gasztronómiájuk egy-egy szeletét, azaz egy héten keresztül közösen az egriekkel erdélyi ételeket főznek. A menüben szerepel grízbetétes húsleves, lucskos káposzta és desszertként ordával töltött csigarétes is. Húsleves, grízgaluska betétel lesz, és az pedig a paradicsomkupában sült tojás. Erdélyi ízek kerültek a héten a Keriben ebédelők asztalára a Gyergyói Konyha hete program keretében. 4 diák és 2 tanár érkezett a gyergyószentmiklósi Batthyány Ignác középiskolából, hogy hazai ízeiket az anyaországban Egerben is bemutassák. Mindenféle ételt próbálunk bemutatni, és lehető legjobb ízekben próbáljuk felszolgálni őket, elkészíteni. Hát például a paradicsomkupában sült tojás, húsleves, ortás, csigatészta és ehhez hasonló ételeket. Az erdélyi konyha egyszerű, olcsó és tápláló alapanyagokat használ, az ételek elkészítési módja sem túl bonyolult. Ezekben a tulajdonságaiban nagyon hasonló a hazai, például palóc konyhához. Ennek ellenére a keris menüben sok érdekesség szerepelt, például az ordával töltött csigarétes. Mindig valami újat szeretnénk bemutatni, a térségünkből elhozni azokat a gasztronómiai hagyományokat, amelyeket mi ott úgy mint nap használunk. Az idén a választás egy olyan, úgy is mondhatnám, hogy egy a román konyhával kevert erdélyi konyhai ízeket hoztunk el. Ugye azt tudom, hogy itt az ordát nem igazán ismerik, tehát azt kimondottan otthonról hoztuk. Ez micsoda, mondjuk el? Hát ez ugyancsak a tejből készül, tehát amikor a sajtot kiveszik, akkor utána összefőzik ezt a levet, és ami megmarad, abból lesz egy ilyen édes, hát hasonlít a tehén túróhoz, de mégsem az az állaga, és akkor ezzel lesz megtöltve a csigarétesünk. A Keri évek óta jó kapcsolatot ápol határon túli magyar iskolákkal, a gyergyói Batthyánnyal is rendszeresen látogatják egymás intézményeit. A cél nem csak a szakmai tapasztalatcsere, az igazgatók szerint ezek a kapcsolatok a nemzetegyesítés eszméjét segítik. Teljes meggyőződésem, hogy az ilyen jellegű kapcsolatokkal lehet apró pénzre váltani ezt a gondolatot. Ilyen jellegű rendezvényekkel, szervezésekkel tudjuk a magyar-magyar kapcsolatokat, az identitást, a közös kultúra és közös történelmi értékeket erősíteni a felnövekvő generációban. Most valamennyi rendezvényünk fókuszában, középpontjában a felnövekvő generáció áll. Tehát értük, általuk végezzük ezeket a rendezvényeket, és szeretnénk élményeket adni számukra, hogy van értelme Egerbe eljönni, van értelme Gyergyóba utazni, vagy a Rimaszombatba, vagy bármely más helyre. Ezeknek a rendezvényeknek több haszna is van. Tudnék elsősorban, hogy a szakmai, hogy megismerhetnek más vidékeknek a főzési technikájába, betekinthetnek, megismerhetik azt, gyakorolhatják a választott szakmájukat. Általában mindig egy kis löketet is ad, mert hogy ugye kirándulással jár, megnézhetnek dolgokat, megnézhetnek olyan dolgokat, mondjuk olyan tanulók, akiknek erre másképpen lehetőségük nem nyílna, megismerhetnek új vidékeket, szép tájakat, azon belül, hogy nyilvánvaló, hogy a szakmájukban is elmélyülhetnek. Tehát ez mindig pozitívan hat, és mindig egyfajta verseny van, hogy na most ki az, aki eljön, ki az, akit
kivisznek, ki az, akit ugye megmutathatják, illetve eljöhet. És ez a maga a verseny is egy olyan dolog, ami előre viszi a szakmai tanulást. Tehát egy igyekezet van, egy versenyhelyzet, amiből csak tanulhatnak. Farkas Zoltán igazgató hozzátette, a közös programok sikerességében nagy szerepe van annak, hogy Eger és Gyergyószentmiklós régóta testvérvárosi kapcsolatokat ápol, és ez a kötelék egymás valódi segítését, együtt gondolkodást is jelent. A gyergyói konyha hetét már 5. alkalommal rendezték Egerben, Gyergyóban pedig ugyanúgy minden évben az egriek főznek egy hétig. Szombaton 20 óra 20 percre hirdetett gyülekezőt a gyergyószentmiklósi Szent Miklós szobornál az Ifitéka. Innen 8:30-kor indul a gyertyás felvonulás a művelődési házig a föld órája apropóján. Az intézmény előcsarnokában, illetve az épület előtti téren folytatódnak a klímaváltozás veszélyeire figyelmeztető mozgalom helyi programjai. Az akció idejére lekapcsolják a közvilágítást. A sötét egy órát az ifitékások által szervezett mozzanatok világítják meg. Ezek között a föld órájával kapcsolatos rövid tájékoztatás, kiállítás, akusztikus koncert és meteor bemutató szerepel. A szervezők felkérik a város lakosságát, hogy aki teheti, csatlakozzon, vegyen részt a rendezvényen, aki pedig otthon marad, a villany lekapcsolásával, az elektromos készülékek áramtalanításával fejezze ki elkötelezettségét a klímavédelem és a környezettudatosság iránt. A cégek fényreklámjaik, illetve egyéb elektromos árammal működő készülékeik kikapcsolásával csatlakozhatnak a rendezvényhez. Folytatódik az Európai Kreativitás Napja Hargita megye tanácsa kiállító tereiben. A 10 napos rendezvény 3. napján a Megyeháza galériában nyitották meg Bara Barnabás szobrász egyéni kiállítását. A nemzetközi CREART projekt keretében szervezett rendezvények betöltik a Megyeháza kiállító tereit. A kiállítás április 6-áig látható, a nap bármely órájában, hétvégén is. Zonda Erika, a megyei tanács programokért felelős vezetője és projektmenedzsere fontosnak nevezte Hargita megye számára, hogy a projekt révén képzőművészeinket és alkotásaikat megismerjék Európa több városában is a nemzetközi kiállítások, rendezvények által. Varga Mihály képzőművész, a Sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum igazgatója örömét fejezte ki, hogy kölcsönösen meglátogatják egymás kiállításait. Fontosnak tartotta, hogy a képzőművészeti alkotások igényesen megmunkáltak legyenek, dinamizmus sugározzanak is, legyen bennük töltet, de a legfontosabb, hogy őszinteség legyen, ahogy ezt mondta. Ez pedig Bara Barnabás alkotásaiból kitűnik. Mondhatom, hogy szerencsés vagyok, mert olyasmit tanítok, amit én is gyakorlok, és ez is ugye azért serkent engem. És talán a tanítás nem menne annyira, hogyha nem lennék folyamatosan alkotó, dolgozó művész, idézőjelben mindezeket. Tehát dolgozni kell ahhoz, hogy az ember formába tartsa magát, és legyenek tényleg használható gondolatai, meglátásai, élményszerű legyen a formalakítás, és azt tudja átadni a gyerekeknek, az úgy jobb, mintha csak száraz elmélet, meg hallott információk alapján tanítgat az ember. Tehát ez szerencsés, én is ezt gondolom, igen. Mennyiben tanítható? Tanítható sok minden, tanítható, ugye komponálás tanítható. A kreativitás tehetsége, az egyéniség, az ugye az jön, az egyénből kerüljön. Tanítható még a gondolkodásmód is bizonyos fokig, ugye hát az egyéni példákat az ember felsorolja, tehát a diák az kell lásson, ugye olyan elődöket, akikre felnéz, akiket talán megért, és azok hatása vannak rájuk, úgyhogy biztos, hogy a tanulásnak van ilyen lehetősége, de az igazi nagy egyéniség az
aki újszerű megoldásokkal lépik elő, és korábban nem volt olyan mély, és tartalmilag is súlyos, fajsúlyos dolgot sikerült csináljon, hát az most lehet mindenképp az adottságra is szükség van. A Megyeháza galéria és a földszinti kiállítótér mellett az ülésteremben is helyet kaptak a fiatal alkotók. Borbolyi Csaba megyei tanács elnök kezdeményezésére a jövőben a két kiállítótermet összekötnék, a köztük elhelyezkedő ülésteremmel is, így az országban újdonságnak számító összekapcsolt kiállítóterei lennének Hargita megye Megyeházának. Évek óta gyakorlat, hogy az üléstermet is megnyitják a különböző programok számára, otthonosabbá téve a Megyeházát. Ezen funkció kibővítését szorgalmazza a megyeelnök, bevonva a megye művészetis diákjait is. Bara Barnabás kiállítása április 6-áig látogatható a nap bármely órájában, hétvégén is. A Fekete Márciusként ismert 1990. márciusában történt véres román-magyar összecsapás újbóli kivizsgálását kérte a főügyésztől Bíró Zsolt parlamenti képviselő, a Magyar Polgári Párt elnöke. Az MPP közleménye szerint a pártelnök beadványában üdvözölte, hogy az 1989-es romániai forradalom dossziéjának az újbóli megnyitása mellett napirenden szerepel az 1990-es bukaresti bányászjárás ügyének az újbóli kivizsgálása. A képviselő megjegyezte, a Fekete Márciust és a bányászjárást szervezők mögött ugyanazon sötét erők sejthetők. Bíró Zsolt magyar ellenes programként említette a marosvásárhelyi Fekete Márciust az Augustin Lázár főügyészhez benyújtott beadványában. Harmadik alkalommal szervezi meg a Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ a Klassz Tavasz Fesztivált. Ezúttal nem csak a zene, hanem a kép, a film, a könyv is helyet kapott a programban. Április és május folyamán 7 alkalommal várják az érdeklődőket. Bővítik idén a Klassz Tavasz Fesztivál kínálatát. A komoly zene mellett dokumentumfilmvetítés, könyvbemutató is lesz, illetve fotókiállítást is láthatunk. Harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Klassz Tavasz Fesztivál, és 2 hónapot fog felölelni ez a néhány program, április és május hónapot. Az idén a tavalyi alapgondolatból tovább indulva úgy döntöttünk, hogy nem csupán koncertekből fog állni ez a rendezvény, hanem szint próbáltunk vinni bele azáltal, hogy a zene mellett más műfajokat is megszólaltatunk. Ilyen módon sor kerül majd filmbemutatóra, könyvbemutatóra, illetve kiállítás megnyitóra is. Tehát a komoly zene mellett és egyáltalán a zene mellett a film, a fényképészet és az irodalom és ugyanakkor a gasztroirodalom világát is próbáljuk bevonni ebbe a fesztiválba. Tehát azt szeretnénk kifejezni egyáltalán ezáltal, hogy amilyen színessé válik a világ a tavasz közelettével, úgy a programkínálat is egy olyan színkavalkádot próbáljon nyújtani az érdeklődőknek, a közönségnek, amivel, hogyha végigjárják ezt a néhány programot, akkor egy egészen színes és komplex élménnyel tudnak távozni. A tavaszi fesztivál első rendezvényére az Ének a fák tetejéből című dokumentumfilm bemutatójára és közönség találkozóra a gyergyószékieket április 3-án 19 órától várják. A stúdióteremben tartandó rendezvényen a népszerű Felszállott a páva című műsorból ismert Kósteleki Vaszi Levente életében nyújt betekintést a film, mely Bajna György és Zsigmond Attila nevéhez kötődik. A főszereplővel, Vaszi Leventével a vetítést követően lesz alkalom találkozni. A gyerekeket is megszólítják az idei fesztiválon, Muzsika királyok és hercegek korából címmel lecke hangversenyre várják a kicsiket április 6-án, 10 és 12 órától a Művelődési Ház színház termében. A Kódex régi zene együttes ugyanaznap a felnőttekhez is szól, Betlen Gábor és Kora címmel tart előadást 19 órától. A továbbiakban pedig kamarazene koncertre számíthatnak az érdeklődők, a Duo Art előadása április 20-án 19 órától lesz. Gál Tímea, Kölcsönkért Kovász című Kosztos könyvének bemutatója és Ádám Gyula fotókiállításának megnyitója is része az idei fesztiválnak. Zenei különlegességre is számíthat a közönség. Ami érdekességnek mondható az, hogy sor fog kerülni egy hárfa koncertre is,
és nyilván ebben a műfajban ritkán van lehetőségünk térségünkben, hogy egyéni előadóesten vehessünk részt, és emiatt hívtuk el Nagy Emese marosvásárhelyi hárfa művészt, hogy ő is egy kis szint vigyen a rendezvényünkbe ezáltal az egyéni produkció által, hiszen hárfán fog megszólaltatni olyan zenéket, amelyek filmekből közismertek, vagy akár a jazz műfajában, illetve latin-amerikai dallamok is el fognak hangzani az ő előadásában. A Klassz Tavasz Fülep Márk fuvola művész önálló estjével zárul, erre a zsinagógában május 21-én kerül sor. A fesztivál rendezvényei közül több is ingyenes, azonban vannak koncertek, melyekre jegyet kell majd váltani. Egyelőre több mint 17%-kal nő a vasúti alkalmazottak bére, ebben állapodtak meg tegnap a vezetőség és a szakszervezet képviselői. Az alkalmazottak továbbra is részesülnek az étkezési utalványokban, a pótlékokban, illetve a bizonyos helyzetekben járó szociális segélyekben is. A tegnap kötött megállapodás április 20-áig érvényes. A szakszervezet reményét fejezte ki, hogy a következő időszakra tervezett tárgyalások során a kifejtett munkával arányos fizetést tud kiharcolni a vasúti alkalmazottak számára. Nem is merülhet fel kérdés az Inter Gyergyó szombati győzelmével kapcsolatosan. A zöld-narancs alakulat ugyanis az országos másodosztályú bajnokság sereghajtóját látja vendégül. A szombatesti összecsapás alkalmával egyébként ismét jótékonykodásra hívják a focikedvelőket az interesek. Az a brassói Blue Angel látogat szombaton este a Gyergyószárhegyi sportcsarnokba, amely az utóbbi idények során az utolsó helyek valamelyikén zárta a bajnokságot, és amely ellen még nem hullatott pontot az Inter. Az őszi odavágó során 11-2 arányban múlták felül a Cenk alattiakat a mieink, így a győzelem ezúttal is kötelező gyergyói részről. Szombaton ifjabb Nagy Zsolt edzőjátékos több lehetőséget szeretne adni az Inter fiatal játékosainak, hogy tapasztalatot gyűjtve a későbbiek során is bevethetőek legyenek majd a tétmeccseken. A brassóiak elleni összecsapásra este 6 órától kerül sor. A gyergyói gárda hazai mérkőzése ezúttal is jótékonykodással van összekötve. A csapat arra kér minden szimpatizánst, hogy belépő fejében járuljon hozzá ahhoz a gyűjtéshez, amelynek összegét a Csíkszépvízi labdarúgó csapat nemrég autóbalesetet szenvedett játékosainak ajánlanak fel. A szépvízi játékosok a megyei futszálbajnokság döntőjéről, Gyergyó Remetéről utaztak hazafelé, amikor egy kivilágítatlan szekérrel ütköztek. A focisták közül van, aki könnyebben, van, aki súlyosabban sérült, számos műtétre és kezelésre van szükségük. Ehhez szeretne hozzájárulni szurkolói által is az Inter Gyergyó. Lássuk röviden még egyszer a fontosabb témákat. Nyáron fordul meg a legtöbb turista Gyergyóban, alapinformációkért és teljes programcsomagokért is fordulhatnak az információs irodához. Harmadik alkalommal szervezi meg a Művelődési Központ a Klassz Tavasz Fesztivált, ezúttal nem csak zene lesz műsoron. Ismét Szárhegyen játszanak B-ligás meccset az interesek, ezúttal is adományt gyűjtenek a teremfocisok. Eddig a hírek, az aktuálissal folytatódik műsorunk, majd fit percek is lesznek, hétvégén pedig heti szemlével jelentkezünk. Viszontlátásra!